ez már a második nap itt az Elite Model Look modellversenyen, és a lányok az első nap látástól vakulásig járáspróbán vettek részt, majd nyilatkozott mind a 15 lány ennek a kamerának, amit itt Flóri tart, hamarosan látják majd a bemutatkozó filmeket róluk, illetve smink és hajtanácsokat kaptak, sőt kisminkelték őket, megcsinálták frankón a hajukat, és még le is fotózták őket különböző divatfotósok. Ez volt az első nap, a második nap pedig, ha hiszik, hanem járáspróbával, sminkeléssel, fodrásszal és fotózással telik a nap, illetve mi is megmutatjuk önöknek a legérdekesebb pillanatot. Hogy megy a járás? Mennyire sikerült megtanulni külsorkúban járni, hogy érted? Igyekszem. Az egy nappal ezelőttihez képest miben változtak a lányok, mit tudsz elmondani? Sokban nem változtak, igazából másmilyen szempontjából. Hál' Istennek nagyon fegyelmezettek, és nem látszódnak azok a marha nagy karikák, amire mi azt hittük, hogy majd problémás lesz, hogy esetleg este sokáig lúcsiznak a csajok a szobába, és alvásra nem jut elég idejük, de hál' Istennek azt veszem észre, hogy nagyon kipihentek és szépek a lányok. A járáspróbájukat láttam abban, viszont fejlődtek sokat. Fárasztó, meg én meg vagyok is nagyon fázva, és folyton újra kell alapozni az orrom alját, mert tiszta piros, de tök jó, nagyon jó.